magyar tündérmesék. 80 nap alatt a föld körül. Második rész. Eddig még sosem ültem ilyen hága vonaton, Mr. Fogg. Azt, hogy valami drága-e vagy sem, az relatív, passepartout. Önnek talán drága? Számomra viszont csak átlagos kiadás. Igaza van, de monsieur, hogy ennyire nyugodt és magabiztos, a londoni incidensünk nem volt hossz előjel? Passepartout arra célzott, amikor megállította őket fix felügyelő. Miután fogadást kötött, hogy 80 nap alatt körbeutazza a földet, Mr. Fognak sürgősen indulnia kellett, mivel vagyon a fele, háza és a reformklubba szóló tagsága forgott kockán. Ám, amint Passepartout-val kitették a lábukat otthonról, már is megállította őket fix felügyelő. Lassan a testtel, Mr. Fogg! Ezennel letartóztatom! Megtudhatnám miért? Adja ide! Bármi legyen is, amit ellopott az angol királyi bankból! Tehát elloptak valamit a bankból? De maga még azt sem tudja, hogy mit? Rengetegszer kérdeztem már, de feltehetően valamilyen titkos dokumentum volt. De nincs is jelentősége, mert Mr. Fogg lopta el. És mivel maguk most sürgősen távozni próbálnak, azt bizonyítja, hogy Mr. Foggattól baj. És hozott magával elfogató parancsot és fix felügyelő. Sejtettem. Amikor Mr. Fogg elhajtott, fix felügyelő majd felrobbant dühében. Mr. Fogg volt ugyanis esküt ellensége. Éppen ezért minden áron kézre akarta keríteni. Elfogató parancsot akar, Fogg? Legyen! Akkor megszerzem! Monsieur, egy ilyen incidens az utunk legelején hossz előjel, egész biztos! Ne bolondozzon, Passepartout! Kalandos utazásra indultunk. Nincsenek rossz előjelek. Mindent elterveztem. Vonattal elmegyünk Doverbe, átkelünk a La Manche csatornán, majd vonattal tovább megyünk Párizsba. Időben vagyunk. Monsieur, nagyon óvatosnak kell lennünk Páhiban. Azt mondják, hogy cseppet sem békés ott a helyzet. Badarság! Csak áthaladunk rajta, mint bármely átlagos ember, és meg sem állunk Egyiptomig. Jaj, fel a fejjel, Passepartout! Vár ránk a kaland! Passepartoutnak igaza volt. Párizs nemrég hatalmas változáson ment keresztül, és zavargások uralták. Nagyon zordít a hangulat, Passepartout. Monsieur, siessünk a kikötőbe, és szálljunk hajóha! Időben vagyunk, Passepartout. Ne aggódjon, innen egyenes... Várjon, ez meg mi? Valamiféle felvonulásnak tűnik, monsieur. Akkor nézzük meg. Phileas Fogg kíváncsi természetű volt. Azonnal elvegyült a tömegben, és fürkészni kezdte őket. Passepartout szorosan mögötte állt. Salut, devientu? Beszélek valamennyit franciául, Passepartout. Figyeljen csak, je suis ici pour gouverneur. Mi? Quel? Limek, szetom dit ki le ici pour régner. Várjunk, mi történik? Hol tanult ezt, monsieur? Most hirtelen nem emlékszem. Futás! Mr. Fogg nem tudta pontosan, mit mondott, azt viszont igen, hogy valami nagyon rosszat. Passepartout-val fejvesztve menekültek a zsúfolt utcákon és a piacokon át. Passepartout, most mit évek legyünk? Azt csináljuk, amit most is beszél, csak futunk! Néhány utcával arrébb Mr. Fogg ekkor egy táblát pillantott meg. Erre! Amikor bementek az utcába, alig hittek a szemüknek. Egy léghajó volt előttük. Monsieur, ez biztonságos? Még sosem utaztam vele, így csak egyféleképpen tudjuk meg. A léghajók nem voltak kimondottan biztonságosak, így nem is lehetett sokat látni belőlük. Mr. Fogg viszont nem csak kíváncsi, hanem bátor természet is volt. Monsieur... Ugorjon be, Passepartout! Vagy ez, vagy a tömeg! Nem volt sok választásuk.
Passepartout beugrott, Mr. Fogg pedig elvágta a kötelet, amelyet azért kötöttek ki, hogy a léghajó ne szálljon el. Amikor a kötél elengedte, a léghajó ide-oda himbálózni kezdett a levegőben. Mr. Fogg és Passepartout ide-oda mozgolódott a hajó kosarában. Meg fogok halni! A tömeget sikeresen maguk mögött hagyták, a léghajó pedig végre stabilan szállt. Én ezt nem értem. Mi rosszat mondtam? Monsieur, a je suis ici pour gouverner? Annyit tesz, azért jöttem, hogy óhakodjak. Ó, te szent térkép! Ezt meg hol tanulhattam? Hú, meg jó, hogy megláttam ezt a léghajót. A szél pont jó irányból fúj. Mondja, Passepartout, járt már valaha Olaszországban? Ezt az embert keresem! Ellopott valami nagyon fontosat az angol királyi bankból, és a forrásaim szerint pár óra múlva megérkezik ide! Ebben az esetben aggodalomra semmi ok. Letartóztatjuk és nem engedjük ki az országból. Van elfogató parancsa, signore? Igen, már úton van! Csak ide jöttem előbb, nehogy ezúttal kicsúszson a kezemből! Signore, elfogató parancs nélkül nem tartóztathatja le. Igen, tudom! Miért ismételgeti mindenki ugyanazt? Mr. Fogg, honnan tudja, hogy jó hihányba repülünk? Mert már látom Olaszországot. És ott is volt a káprázatos Olaszország. Passepartout lenyűgözte a hely szépsége, orrát pedig friss tészta illat csapta meg. Aj, nagyon éhes vagyok, monsieur. Mi dispiace molto? Jaj, túl közel vagyunk a talajhoz. Így már jobb. Mr. Fogg szinte mindenre fel volt készülve. Ám ami most következett, arra még ő sem számított. Valami itt nincs rendben. A hajó nincs egyensúlyban. Mi? Mi az, hogy nincs egyensúlyban? Mi tévők legyünk, monsieur? Hogyan hozzuk egyensúlyba? Nyugalom, Passepartout. Egy madár biztos kiszakította a léghajó anyagát. Történt ugyanis, hogy amikor a léghajó túl közel került a talajhoz, egy apró kakukk szállt a tetejére. Amikor aztán a léghajó újra felszállt, a kakukk elrepült és kiszakította az anyagot. A léghajó hirtelen forogni kezdett. Kapaszkodjon, Passepartout! Igyekszem, monsieur! A földön mindenki ijedten nézte a himbálózó léghajót. Addio! Abbi pietà di loro! Fog velem a világ! Végül a léghajó a Mongólia gőzhajón ért földre. Nem látok! Megvakultam! Nem haltam meg! Életben vagyok! Sikerült! Életben maradtunk! Éppenséggel megúsztuk! Itt vagyunk! Várjunk! Hol vagyunk? Hihetetlen! Itt vagyunk a Mongólián! Ez egy új ország? Nem, Passepartout! A Mongólia a gőzhajónk! Ezzel jutunk el Bombébe! Bombébe? A meghibásodott léghajónak hála, Mr. Fogg a vártnál előbb elérte úti célját. És még a feldühödött franciák elől is megmenekült. Mr. Fogg nagyon elégedett volt. Még csak a harmadik napon jártak, és már át is keltek Európán. Meg kell írnom a beszédemet arra az esetre, ha majd a Reformklub elnökévé választanak. Ám Mr. Fogg nem is sejtette, hogy a sok ismeretlen utas között a hajó másik végében egy nem is olyan ismeretlen ember várt rá. Még mindig nincs itt a parancs! Mit évő legyek? Így meg fog szökni! Signore,
Elfogató parancs nélkül nem tartóztathatja le. Ha kell, akár a világ végéig is követem majd Fogg! Fix felügyelő ekkor Mr. Fogg nyomába eredve felszállt a hajóra. Következik India!